30 év után végre tiszta víz kerülhet a pohárba Kerepesen és Kistarcsán. A két város ivóvízminőség javító programjának ünnepélyes záró rendezvényét 2015. július 15-én délelőtt tartották a megújult vízműtelepén Kerepesen. Kistarcsán és Kerepesen évek óta a megengedett határérték felett van az ivóvíz ammónium és nitrát tartalma, ezért a kiskorú gyermekek számára csecsemővízzel oldották meg a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítását. Ezen kívül gondot jelentett a vízvezetékrendszer elavultsága is, ami vízellátási problémákhoz vezetett. 2007-ben kezdte ezt a kerepesi önkormányzat, akkor még nagyközségként, hogy valamit változtatnunk kell. Kétségtelen, nálunk volt rosszabb a helyzet vízügyben. Egyrészt a minősége is rosszabb volt, mert Pestről tápláltak bennünket, Kistarcsa jobb vizet kapott, Kerepesnek, különösen szilasi település résznek a vége jutott, és nem is mindig egyenlő nyomással, tehát nyáron nem ment föl a víz egyszerűen, úgy gondolta. Az ivóvíz minőségjavító program előkészítése 2010 márciusában indult, majd decemberben a két önkormányzat létrehozta a szilasmenti ivóvíz minőségjavító önkormányzati társulást Zsiák Péter kistarcsai képviselő elnökletével. Ez a pályázat, ez két ütemes pályázat volt. Az első ütemben a előkészítési szakasz volt, ami konkrétan ilyen részletes megvalósíthatósági tanulmányok, előtervezési feladatok folytak, és 2012-ben végeztünk ezzel a feladatsorral, és akkor indult a második ütem, ami a végtervezést és a kivitelezést fogta össze, és ugye ennek volt összesen az 1,1 milliárd forint a nettóban a bekötési költsége, aminek két részről volt a finanszírozása, egyik a KEOP Európai Uniós programban volt, az önerőt pedig a belügyminisztérium önerő programjából tudtuk hozzá megnyerni, befinanszírozni. És így 100%-os támogatás projektről beszélgetünk. A milliárdos beruházás alapkövét 2013. novemberében tették le. A tervezési és kivitelezési munkálatokat a Vianova 87 ZRT, a Hajdú és Társai Kft., illetve a Tementrét Kft. Közös alkalmi társulásban valósították meg. Alapvetően a beruházásnak négy pillére van. Itt a rekonstrukciós munkák keretében beépítettünk Kerepes és Kistarcsa településeken összesen több mint 150 darab tolózárat, illetve 85 darab tűzcsapot. Ezen kívül kiépült Teperjesi lakótelepen az új elosztóhálózat, és a szolgáltatás ellátás biztosítandó a Völgy utca és a Dozsa-György úti összekötéseket létesítettük. Ezen kívül közel 9 kilométer hálózat épült, amely részben a kútaknak az új gyűjtővezetéke és az új toronytöltést, illetve a második nyomászónának a kialakításának az alapvezetékei. Ezen kívül 9 darab régi kutat kötöttünk a víztisztító technológiára, és egy darab új kutat létesítettünk itt a vízműtelepen. És a negyedik pillér, az pedig maga az üzemépület, a víztisztító technológiával, a dekantáló medencével és az egész folyamat irányítással, tehát itt a kutak azok új URH-s folyamat irányítású vezérlét is kaptak. Az új üzemépület az nem csak funkciójában bővült ki a víztisztító vízkezelő berendezéssel és a nyomásfokozó telepekkel, hanem új TMK műhelyek, raktárak és üzemviteli gazdasági helységekkel bővült ki, és az ügykezelés vagy ügyfélkezelés is egy impozánsabb, egy korszerű körülmények között fogadják a tisztelt ügyfeleket. Az ünnepélyes projektzáró rendezvényen Solymosi Sándor Kistarcsa polgármestere, illetve dr. Tarnai Rihárd Pest megyei kormány megbízott is hangsúlyozta, hogy a beruházás komoly problémákat oldott meg, nélkülözhetetlen emberi szükségletet és társadalmi közegészségügyi igényt elégített ki. Azt gondolom, hogy büszkén és örömmel állhatunk, hiszen akik jártak itt korábban, összetudják hasonlítani, hogy milyen volt és milyen lett, illetve, ami a legfontosabb, hogy a mindkét település ódiumát jelentő csecsemővíz probléma meg fog szűnni ettől a pillanattól kezdve. Szerintem
A lényeg az, hogy itt most egy jó dolog valósul meg. Hogyha bármilyen módon, akár az önkormányzat, akár a kivitelező cég, akár a kormány, akár csak egyetlen egy családnak, egyetlen egy embernek is tudod segíteni a tekintetben, hogy egyrészt marad nálunk a víz magyar kézben, helyi kézben, másrészt egészségesebb lett az ivóvíz, akkor már volt értelme dolgoznunk. Vécsei László országgyűlési képviselő emellett a fejlesztés megvalósulása során kialakult együttműködésre hívta fel a figyelmet. Érdemes szót ejteni arról egyébként, hogy milyen összefogással, hogyan készült el ez a mű. Nem csak a két település, hanem az Európai Unió mintegy 900 milliós forrása, és a magyar állam közel 300 milliós forrása, és a városok ereje is kellett hozzá, és természetesen az a szakértelem, az a elkötelezettség, amit az itt jelenlévők közül nagyon sokan, akik közvetlenül is dolgoztak a projektben, fölmutattak az elmúlt bő másfél-két év során. Ezt az összefogást a két település lakossága is segítette. A kerepesiek és a kistarcsaiak türelmét és hozzáállását dicséri, hogy a kivitelezés során több alkalommal tűrték a víz elzárását vagy a víznyomás csökkentését. Mind a víztisztító rendszer, mind pedig például a nyomásfokozók, azok még próbaüzem alatt vannak, tehát a lakosság ebből nem feltétlenül érezi még ennek a jótékony hatását, ez rövid időn belül viszont ez változni fog. Egy hónapon belül a kivitelezőnek minden egyes apró kérdésre válaszolnia kell, azaz le kell zárnia minden olyan dolgot, ami még most nem 100%-ban lezárt. Ugye itt a lakosság akkor fog igazából érezni az új vízminőséget, az új nyomásfokozókat, ez még okozhat kellemetlenségeket, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a lakosságnak megköszönjem az eddigi türelmét, és ezt értük, csináltuk, azért, hogy otthon tiszta víz folyjon mindenkinek a pohárba. A szalagátvágással jelképezett átadás után a vendégek friss ivóvízzel kocintottak, majd megtekintették az épületet és a tisztító technológiát.